Hova megyünk? Oda. A szlalomra. Mi történik? Nem tudom. Látom, van valami drift is már. Vagy nem tudom. Jól hangzik, nézzük is meg. Átugrod ezt az akadályt? Itt tilos átkelni, Imre.
Orosz Sándorral a volán mögött. Ha jól látom, akkor...
Pitióba is meg lehet tudni. Ugyanis a P14-es kategória a kétszeres magyar bajnok Szőlősi Roland, és megjelent a rendezvényi Grünen, látom, hogy nagyon ráéreztem, mert most jelentették, hogy az első futam véget ért, és hát akkor az első és második futam közben szenved hiány, és ezáltal a célban üdvözlő a hagynás úrat várjuk végszóval. Visszatérve az első és második futam között, a Pro 2-es magyar driftbajnokságban vitézkedő Tresó Máté fog benneteket szórakoztatni a brutális N46 kupéjával, amiben egy eres motor dugörög. Hát ígérem, de szem nem marad szárazon majd. Máté produkciója, illetve az autó tudása iszonyatosan jó lesz. Illetve én is autóba pattanok, megmozgatom egy picit a Lada VFTS-t, úgyhogy én egy picit másfajta jellegű gépjárműbe pattanok, de át is adnám a mikrofont Hunyadi úrnak, és én meg öltözködöm. Akkor egy pár pillanat szünet, felfokozott, izgalmas másodpercek, amíg a két sztárpilótán bemosakszik, beöltözködik. Egy túl kemény, igen komoly Lada VFTS fog hamarosan a pályára burulni. És ami még durvább, hogy BCRX fogja ugye terelgetni a VFTS-t. Őt azért nem igazán a ladák világába szokhattuk meg legalábbis, ami az elmúlt éveket, évtizedeket illeti. Ugye ő főleg BMW-s vonalon mozog, nem csak hogy mozog a repked, hiszen akik járnak rallycrossra tudhatják, hogy hatalmasabb bukott a szezonnyitó Mária Pucsi Rallycross Fesztiválon Bécsi. Majd, hogy nem, sőt, szinte TK-ra törve az autót, hozzáteszem önhibáján kívül. Ugye ott rallycrossban megy a kakaskodásos rácok között, aztán hárman összeakadtak, és a Bécsi jött ki a legrosszabbul a dologból. De hát milyen jó, hogyha az embernek van miért nyúlni, úgyhogy
DC, hál' Istennek most olyan a VMTS hozta ki ide, és hamarosan ti is megláthatjátok, hogy hogyan is tekergeti a BNV. Thank you.
Köszönöm szépen!
ennek kezelik ezt a sztorit. Na és akkor egy hatalmas taps Dezsó Mátinak is. Hát bízunk benne, hogy... Bízunk benne, hogy ő is vissza fog majd még itt a mai nap térni. Igen. És hát ezzel véget ért az első kör. De ne menjetek sehova, hiszen szeretnénk megkérni a versenyzőket, hogy akkor itt van 1-8-tól, az a dolgok napig, bízunk benne, hogy a programmal napra fogható, és egyben az autó. Lehet felfogatni a rajta, úgyhogy szeretnénk megkérni a versenyzőinket, hogy a második körre álljanak fel a rajtára. Az első futamban közben megkaptam a listát, hajd a Kristófhoz a meggyorsabb. Ez a KM, az milyen márka? Thank you.
Hát hol van
első mérkőjét fogja teljesíteni, tehát első futamon is ment mérkőt, hiszen annak ellenére, hogy felborult, rakta az egyest és ment tovább. Úgyhogy rendesen ideje van Petinek. Nos, hát részünkről akkor oké a dolog. Egy perc múlva 11 óra, úgyhogy nem hazudtunk sokat. Na, szépen van, sorakozom. 11 óra, jön a második tör. Peti! Peti, ne borulj fel, jó? Biztos, hogy benne ebbe a kérdésbe? Csak próbálkozz! Négy kerékkel a talajon. Miért csak legalább megvan a dobóskörön? Az biztos, szó szerint dobóskör. Kisebb sérülések a Trabanton. De az a lényeg, hogy itt van. És jön a második kör, másodpercet belül. Nagyjára visszaszálláló, indulj!
Kukán Mihállyal a fedélzetén. Nagyon nagy öröm egyébként számomra különösen, hiszen azért én még elcsíptem az autósportos karrierem elején azt a korszakot, amikor még azért rengeteg Trabant volt. Ugye ez teljesen kihalt ez a történet most már az autósportban. Mindenki a lóerőre gyúr, és hát ugye már ilyen metró, illetve historikus feelingja van ennek a trabantozásnak, ez egy életérzés, ahogy a srácok mondják. Szóval nagyon jó látni, hogy ismét előkerültek a Balázsukról, meg hogy léteznek egy ilyen autót, illetve hogy Fazekas Zoli ismerősünk is ilyen autókat építenek. Most ráálltak erre, hát ugye a retro világkorát éli, úgyhogy egyre többen szeretnének egy ilyen régi, ikonikus modellben, ha nem is kockáztak oly sok mindent, de versenyezkedni ezeken a reguliti vagy historik versenyeken, ahol azért mégiscsak nem feltétlenül fontos a vérre menő küzdelem, inkább a részvétel a fontos. Úgyhogy ezek a Trabant 601-esek azért nagyon jól látni, hogy újra előkerültek, hiszen tavaly előtt még...
Gyere ide még egy pár autós kertet,
Jöttele változó. Thank you.
mert semmit látni nem lesz. Negyedik van az aksó. Mutassá jó helyet, ahol lehet látni. Ott vannak sokan látni. Akkor még nem volt második futamon. Thank you.
Thank you.
is. Az meg oda, Mm-hmm.
Thank you.
kikapcsol.